Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit pünkösdi iskolai istentiszteletünkön, és egyben rendhagyó módon az Egyház megyei hittanosok találkozóján is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, megkülönböztetett tisztelettel azokat a lelkipásztor kollégákat, kísérőket, szülőket, tanárkollégákat és mindenek előtt gyermekeket, akik az Egyház megye területéről sok gyülekezetből érkeztek hozzánk, mintegy 180, hogy Egyház megyei hittanos találkozón is egyben ezen a mai napon részt vegyenek. Köszöntök mindenkit Pál apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 463. dicséretnek első versét. A 463. dicséret első verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk tovább az Isten tiszteleten majd azokat, akik most közénk érkeztek, még szeretnék bemutatni nektek több kollégát. Egy érdekes csapat érkezett hozzánk, misszionáriusok. Hogyha misszionáriusok szót halljuk, akkor azt tudjuk, hogy valami távoli, messzi országban, messzi világban, Afrikában, Indiában, Kínában térítenek embereket, és olyan kollégák érkeztek hozzánk, akik ilyen messzi vidékeket megjártak, és Burma, India, és lehetne sorolni azokat a távoli országokat, ahol Jézus Krisztushoz hívogatták az embereket, és ők is fognak az Egyház megyei hittanos vetélkedőn is, állomás helyeken, vetélkedő egyes pontjain levezetni feladatokat. Az általános iskolások közül már az első és másodikosoknak báboztak is egy jót, és úgy gondolom, hogy nagyon örültek a kicsik, hogy láthatták, hallhatták őket, és a délelőtt folyamán a kísérő tanárkollegáknak pedig előadásokat is fognak tartani. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm így az OM missziós társaságot,
Operation Mobilization, egy missziós busszal érkeztek, láthatjuk is az iskola udvaron ezt a missziós buszt. Tavaly előtt is voltak már nálunk, és örülünk nekik, hogy most is itt vannak. Finnországból, Amerikából, Angliából, tehát sok távoli országból érkeztek közénk, és természetesen itt most ezen az istentiszteleten nem angolul fognak szólni, hanem a magyar képviselőit kértem meg a kis csapatnak. Így kérem fel most először az ige hirdetés szolgálatára dr. Dobos Ágoston lelkipásztor kollégámat, aki a misszió alapítványnak a kuratóriumi tagja, és egyben összekötő is, aki segít mindig megszervezni a missziós útjukat, hiszen nem csak itt mezőtúron jelennek meg, hanem megjelennek még a megye számos pontján, de a másik megyében is Békéscsabáról jöttek tegnap Békésen, és a többi, tehát sok településen itt a környéken, és mennek tovább Erdélybe, Kárpátaljára, tehát egy nagyon szerteágazó missziós munkát folytatnak. Így kérem fel akkor az ige hirdetés szolgálatára Dobos Ágoston lelkipásztort. Fennállva kérjük Isten segítségét együttlétünkre. Imádkozzunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten vagy. Jézus Krisztus nevében, ami megváltunk nevében, hallgass meg minket, Atyánk. Amen. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 8. verséből, és Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 15. és 16. rész válogatott verseit. Mielőtt felolvasnám ezt, és hallgassuk meg Isten igéjét tiszteletadással fennállva, egy kis figyelemfelkeltő kérdést vagy gondolatot szeretnék az ige olvasás előtt nektek elmondani. Ha körbejárnék, és megkérdezném a ti véleményeteket, hogy igazából mi érdekel téged, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, mondjuk ha 10-15 különböző szót mondanék, akkor azt választanák, hogy kaland, vagy érdekes utazás, meg azt, hogy jó társaság. Tartsa fel a kezét, akit valóban ezek érdekelnek. Egy páran vannak. Jó. Na most köszönöm szépen. A bibliai feladat most az lesz, hogy miközben én a Bibliából felolvasom ezt a néhány mondatot, próbáljátok észrevenni, hogy hol van ebben a kaland, az érdekes utazás és a jó társaság. A feltámadott Úr Jézus Krisztus mielőtt mennybe ment, így szólt a tanítványaihoz. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És Pál apostol római levelében pedig így ír, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok, remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet. Köszöntsétek az én szeretett Epajnetoszomat, köszöntsétek Máriát, köszöntsétek Andronikoszt és Júniászt, rokonaimat, fogolytársaimat. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampilátuszomat, köszöntsétek egymást. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Foglaljunk helyet. Köszönöm a figyelmeteket és ezt a nagy csöndet. Hát most nem tudok mindenkit megkérdezni, meg itt-ott kérdéseket se tudok feltenni, hogy hol fedeztél fel ebben a kis bibliai szakaszban kalandot, érdekes utazást és jó társaságot. Ezért hadd mondjam el, hogy én hogy láttam ezt. Milyen különleges, hogy
amikor az Úr Jézus tudta, hogy már többet nem fog találkozni itt a földön a tanítványokkal, akkor egy nagyon nagy házi feladatot adott nekik. Az iskolában tele vagyunk házi feladattal, minden órán szinte kapunk házi feladatot. És képzeld, hogy ha az egyik szeretett tanárodnak el kéne menni valami nagy utazásra, jó helyre, és még utoljára egy nagyon fontos feladatot adna neked, hogyan figyelnél rá? Így mondta Jézus, hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában is a föld végső határáig. Ebben a házi feladatban benne volt egy nagy reménység, egy ajándék is, hogy fogtok ajándékba kapni valakit, a Szent Lelket. És utána erővel teltek meg, és tanúim lesztek. Hát aki nem szeret nagyon tanulni, az itt fellélegezhet, mert a tanúsághoz nem kell különösképpen tanulni, és még új dolgokat se kell hozzá kitalálni. A tanú mit jelent? A tanúnak el kell mondani azt, amit látott, hallott, tapasztalt. A tanúnak nem kell semmi újat megtanulni, kitalálni, memorizálni, csak el kell mondani, hogy egyszer csak ezt tapasztalta, vagy egyszer csak ezt látta. És ott hallgatta az Úr Jézust 11 tanítvány, akik nem is értették igazából, most miért megy ő el, amikor azt remélték, hogy itt egészen meg fog változni az világ. Aztán csak szót fogadtak, és pünköstkor most, aminek az ünnepét ünnepeljük, a Szent Lelket megkapták. És valóban, akik eddig szégyelték az Úr Jézust, akik eddig szégyelték kimondani és hirdetni azt, hogy ők a Mesternek a tanítványai, ezután bátran kimentek, és azt mondták, nem adatott más név, aki által üdvözülhetnénk. Csak Jézus Krisztus. És aztán elindultak tényleg, az ő városukba beszéltek Jézusról, utána még tovább vidékre, aztán más emberekhez, akik más szokásokat viseltek, és más szokásokban éltek, és aztán a föld végső határáig. Így mondta Jézus, hogy amikor ti tanúim lesztek, akkor abban lesz utazás, mert másokhoz el fogtok menni egész messzire is, és bizony ebben lesz kaland is, mert ahol erő van, ahol erőre van szükség, ott bizony azért van, mert kaland is történik. És közben ezt nem egy emberre bízta az Úr Jézus, hanem egy egész tanítványi csapatra. Azt láthatjuk, hogy Pál apostol idejében néhány évtized múlva már ez meg is valósult. Mert Pál apostolnak egy ilyen gondolata volt, hogy elutazik Spanyolországba. Hát ha magatok elé képzelitek a térképet, és arra gondoltok, hogy Palesztinából, a mai Izrael területéből, ha neked kéne hajóra szállni, egy vitorlás hajóra, és elutazni Rómába, és onnan Spanyolországba, ez szerintem elég kalandos ötlet volna. Pál apostol pedig azt mondta, ilyen tervem van, de nem csak azért, hogy én világot lássak, hanem azért, hogy Jézus Krisztusról még ott is beszéljek. És miközben ezt a levelet megírta a rómaiaknak, azt mondta, hogy nagyon messze akarok utazni, de így félúton nálatok szeretnék megpihenni, és tudom, hogy ti olyan jó csapat vagytok, egyek vagyunk az Úr Jézusban, és többeket ismerek is közületek, hogy ott nálatok egy kicsit felüdülhetek, megpihenhetek. Ha éheztem, vagy valami betegség ért, akkor ott meggyógyulhatok, és ti fogtok engem oda indítani. Hát ebben az ígében, amit felolvastam, itt van a kaland, itt van a nagy utazás, itt van a jó társaság. Képzeld el, hogyha te egy másik világvárosba úgy utazhatsz el, hogy tudod, hogy neked ott olyan barátaid vannak, akiknél nyugodtan megszállhatsz, és akiknél a szállásod, étkezésed, városnézés minden biztosítva van. Amikor az Úr Jézus Krisztus elment, utána nem sok év múlva
már az ő szavát komolyan vették a tanítványok, és bekövetkezett. És most ugorjunk 2000 évet, elérkezünk ide, és ma olyan emberekkel, fiatalokkal, felnőttekkel fogtok találkozni, akik ugyanezt folytatták. És Jézus Krisztus érdekében, az ő kedvéért, az ő tanúságtételéért elutaztak a föld végső határáig. Akikkel ma találkoztak a missziós csapatból, utaztak a dél-ázsiai szigetvilágon, utaztak a közép-amerikai országokban, kikötőkben, aki eljött hozzátok, Kaliforniából érkezett, Nagy-Britanniából érkezett, aki közöttetek fog beszélni, megjárta Indiát. Mi kell lennél kalandosabb? És van közöttük olyan is, aki személyesen ismer Biblia csempészt is. Hát ennél izgalmasabbat én már nem tudok kitalálni. Mint amikor évtizedekkel ezelőtt, amikor még nem lehetett így az iskolában Jézusról beszélni, meg az országban, voltak emberek, akik Bibliát csempésztek be az országba, és olyan autókkal jártak, aminek két fala volt, és a két fal közé betették a Bibliákat, és úgy hozták át. Hát a drogcsempészet is eléggé izgalmas dolog, pláne, hogyha lebuknak, de ennél mennyivel izgalmasabb, sőt, sokkal, de sokkal jobb a Biblia csempészet. Gyerekek, Isten ügyében járni kalandos, csodálatos és jó társaságba hívó, mert akik Jézus Krisztusért még az életüket is készek kockáztatni, azok igazán aranyszívű emberek. Szeretnél-e nagyokat utazni? Szeretnél-e kalandokban részt venni? Szeretnél-e jó társaságban lenni? Jézus Krisztus hív, és neked is mondja, ma is, vesztek erőt, vehettek erőt, amikor a Szentlélek eljön rátok. Csak nyisd meg a szívedet, add mennyei atyát, szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ha te kéred Istent, hogy adjon neked szent lelket, ő elküldi, megerősíti a szívedet, hogy nem fogod szégyelni az evangéliumot, és nem fogod szégyelni azt, hogy igen, én hiszek Jézus Krisztusban, aki életét adta értem, aki megváltott engem a kereszten, akiben bűneim bocsánata van, és örök életem, és hiszek abban, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. És neked is mondja, vegyél erőt, kérd a szent lelket, és legyél tanúm, itt az iskolában, otthon a családban, egy kissé odébb, és akár a föld végső határáig. Hát ennél csodálatosabb küldetést, ennél csodálatosabb terveket én ki se tudok gondolni. Kívánom, hogy ez legyen valóság a te életedben. Isten áldjon. Amen. Fennállva imádkozással válaszoljunk erre. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak a te 11 tanítványodat, hanem bennünket is megbíztál azzal, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. És most komolyan vesszük a te ígéretedet, aki azt mondtad, hogy add mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És mi most megnyitjuk a mi szívünket, és kérjük a te szent lelkedet. Jöjj, élő szent lélek! Járd át szíveinket, gondolatainkat, egész valónkat. Jöjj Istennek lelke! Adj erőt, hogy ne szégyeljük a legcsodálatosabb jó hírt. Ne szégyeljünk téged, Jézus Krisztus. És legyünk tanúk, tudjuk elmondani, mit éltünk át veled. És te vezess bennünket olyan utakra, olyan kalandokra, és olyan jó társaságba, ahova csak te tudsz bennünket vezetni. Amen. Együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. A mi Úrunknak, Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Foglaljatok helyet. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni dr. Dobos Ágostonnak az igehirdetés szolgálatát, Isten áldását kívánom további munkálkodására Isten ügyében. És most pedig szeretném felkérni, hogy az OM missziós csapatnak a munkájáról, világszerte folytatott tevékenységéről egy rövid előadásban adjon számot nekünk Horváth István, a missziónak a magyarországi vezetője. Felkérem, hogy szóljon hozzánk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én magam is apa vagyok, és amikor a feleségemmel gondolkodtunk azon, hogy mi lesz a gyermekeinknek az első szava. Természetesen én úgy gondoltam, hogy azt fogják mondani, apu vagy apa. Feleségem nyilván úgy gondolta, hogy azt mondják majd, hogy anya. Van-e valamilyen tippetek, hogy mi volt az első szava a gyerekeimnek? Hallottam. Valaki mondta, nem. Nagyon karakánul, nagyon határozottan, és nem egy gyermekünknek. Ugyanúgy, ahogy nagyon érdekes számunkra, hogy mi a gyerekeik első szava, ugyanúgy, sőt, talán még fontosabb, hogy mi az utolsó szavunk. Különösen a híres emberek utolsó szavaira vagyunk kíváncsiak. Mit mondott Voltaire, hogy nyissák ki az ablakot, mert sötét van, vagy mit mondott Booth tábornok, az üdvhadserednek a megalapítója, felült az ágyából, és azt mondta, jelen, és ment az Úr elé. A legfontosabb személy ezen a világon a názáreti Jézus Krisztus. Mi volt az ő utolsó szava? Hát, amit nagy tiszteletű úr említett az imént, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk az 1.8-ba, a mennybe menetele előtt, amiben azt mondja, hogy mi legyünk az ő tanúi. És ahogy a Márk 16-ban, a Máté 28-ban olvasunk, hogy menjünk el az egész világra, menjünk el minden néphez, és tegyünk róla bizonyságot, és tanítsuk az embereket. Amit Isten megtanított nekünk, azt adjuk tovább. És kereszteljük meg őket, és tegyük tanítvánnyá, és ez jusson el az egész világra. Nem csak Jeruzsálembe, Júdeába, Szamáriába, és mindenhová. Hát, Jeruzsálemben, az apostolok cselekedeteiben olvassuk, tényleg ott az evangélium kezdett terjedni, ezrek tértek meg Péter prédikációja nyomán, és nagyon jól indultak a dolgok. Hát nem akartak nagyon kimozdulni onnan a hívő emberek, olyan jó volt ott a jeruzsálemi közösség. Isten egy üldözést engedett meg, és eljutott így az ige, az apostolok cselekedete 8-ban olvassuk már, Szamáriában is. Aztán tovább ment az ige egészen a föld végső határáig. Eljutott a görögül beszélők zsidókhoz, aztán a pogányokhoz is, ahogy a Cornélius történetében is olvassuk. Aztán elérkezett a 19. század, amikor is volt egy William Carey nevű ember, akinek nagy szíve volt Istenére. Ő egy cipőfoltozó volt, cipőkészítő volt. Mikor megkérdezték tőle, hogy mit csinálsz, azt mondja, hogy várom az Úr Jézust, és közben javítgatom a cipőket. Olyan jó volt ez, hogy azt mondta neki Isten, hogy gyere, és szolgálj engem, és egy olyan látást kapott ez az ember, hogy el kell menni más helyekre, idegen kultúrákba, idegen emberekhez is hirdetni Istennek a mindent felülmúló szeretetét. És elment a tengerparti régiókba, tudni kell, hogy a világon az emberiség 80%-a a tengerpartokon él. Aztán következett az újkori misszióban egy másik szakasz,
Amikor a belföldi missziók elindultak, például Hudson Taylor, aki a Kína belföldi missziónak volt a megalapítója. Egyszer megkérdezte tőle az egyik tanítvány, az egyik kínai hívő, hogy mondd, a te apukád is hitt Istenben? Igen, válaszolta ő. Akkor miért nem jött el a te apukád az én apukámhoz? Az én apukám az egész életében kereste az igazságot, és nem találta. Micsoda felelősség, hogy tudjuk az igazságot, és hogy elmondjuk-e. Volt egyszer egy néni, több mint 50 évvel ezelőtt Amerikában, akinek Isten a szívére helyezte, hogy imádkozzon a városában lévő középiskola diákjaiért. És nem csak azért, hogy ők keresztinné váljanak, megtéljenek, hanem azért is, hogy Krisztus örömhírének a hirdetői legyenek. Eltelt egy hét, mit gondoltok, történt valami? Nem történt még semmi. Eltelt egy hónap, eltelt egy év, és még mindig nem történt semmi, de ő kitartóan imádkozott, mint Bódika Augustinusért. És eltelt majdnem 3 év, és akkor találkozott egy fiúval, beszélgetett vele Istenről, adott neki egy János evangéliumot, ez a fiú később elment egy evangelizációra, megtért, és képzeljétek el, hogy még abban az évben megtért az iskolában 200 gyermek. Ezek együtt maradtak, és tartották a kapcsolatot egymással, és az egyetemen is együtt voltak, és nyomtattattak ilyen János evangéliumokat, és ezeket osztották. Aztán átmentek Mexikóba, aztán átjöttek Európába, a szekularizált Franciaországba, a nagyon bigottan vallásos Spanyolországba, és ott kezdték el hirdetni az evangéliumot, és az emberek éhesek voltak az igazi éltető igére. Aztán jöttek a kelet-európai országok, aztán jöttek Észak-Afrika, az arab országok, ahol először csak rádióadásban lehetett sugározni az evangéliumot, és ahol anya és lánya úgy tudta meg, hogy mind a ketten keresztjének, hogy megtalálta az egyik a másik Bibliáját. Meg akik néha Isten álomba jelent meg nekik. Nagyon sok olyan rejtett dolog van ebben a világban, amit nem ismerünk. Aztán elkezdtek Indiába menni, tehát nagyon nehéz volt, Szaventemből, Belgiumból egy hónapig tartott az út Indiába, a gépkocsikkal, Afganisztánon, meg más veszélyes helyeken keresztül, ahol ki voltak téve rablótámadásoknak és nagy veszélyeknek. És amikor imádkoztak, ilyen ima éjszakáik voltak, rátették a kezüket a térképre, az országokra, úgy imádkoztak ezért, és valakinek feltűnt, hogy jé, mennyi kék van ezen a térképen. És azt mondták, hogy kezdjünk el imádkozni azért, hogy legyen egy hajónk, hogy Isten adjon egy hajót, hogy úgy el lehessen menni Indiába, és meg lehessen állni kikötőkbe. És 71-ben Isten adott egy hajót, a Logoszt, aztán több hajó is volt, a Logosz 2, a Dulosz, és most pedig a Logosz Hope nevű hajó járja a tengereket. Van egy hölgy, aki itt van velünk, aki 3 évet a Logosz 2-n és a Duloszon töltött, úgyhogy ő fog majd a lelkészeknek, pedagógusoknak erről egy előadást is tartani. Ezek nagyon csodálatos dolgok. Azzal fejezném be, hogy itt Magyarországon is elindult 91-től az OM, Onésimus Alapítvány néven, és sokan jöttek külföldről, akik a magyar gyülekezeteknek szeretnének szolgálni, és ezt is szeretnénk mi erősíteni, például ez a mostani alkalom is egy ilyen, és ez az út, amin részt veszünk egy ilyen alkalom. Ugyanakkor, akinek a szívébe Isten ad egy vágyat arra, hogy elmenjen külföldre, az OM egy lehetséges csatorna, hiszen több mint 100 országban vagyunk jelen, és a hajókra is lehet menni. Most is egy fiú meg egy lány kint van, az egyik egy református fiú, aki Kecskemétről ment ki, és ott van, ott szolgál, most Ázsiában van ez a hajó éppen a Fülöp-szigeteken. És 400-an vannak együtt, és mindannyian keresztjének, és általában ilyen 18-23 év közötti fiatalok, úgyhogy a jó társaság is megvan, a kalandok is bőven megvannak, amiket említett, és az érdekes utazás is megvan. És egy kalanddal szeretném zárni. Nagy tisztelt úr említette, hogy voltam Indiába, és mindenki ismeri a Toldi Miklós történetét, igaz? Arany János is megírta, és volt egy olyan alkalom, amikor meg kellett küzdenie egy bikával.
Na hát, egy hasonló dolog lejátszódott velem, igaz, hogy nem bika volt, hanem tehén, de tudjátok, hogy Indiában a tehén az egy szent állat. Például, amikor átment előttünk az úton és megállt, akkor nem csinálhattunk semmit, akkor meg kellett várni, amíg méltóztatott tovább fáradni. Na most elmentünk egyszer egy vendéglőbe, és akkor láttam egy ilyen kis csoportot, nem egy nagy gulyát, de néhány ott voltak, és volt egy nagyon aranyos kis borjú. És oda mentem hozzá, és megsimogattam. És képzeljétek, hogy ez nem tetszett az anyukájának. Oda jött, leszegte a szarvait, ilyen nagy szarvai voltak, és elkezdett engem tolni. Hát én meg megpróbáltam visszatolni, mondom, én is vagyok vagy 100 kiló, és de hát az volt 3 vagy 400 kiló volt, úgyhogy megvolt az irány, és szerencsére ott volt a vendéglő, és oda beugrottam, sőt a tehén még segített is nekem az ugrásban, és amikor kijöttem, akkor már úgy távolabb legeltek, úgyhogy nem volt az életem veszélyben. Hát, ilyen és hasonló dolgok vannak, és azzal a kihívással szeretnék élni, ami a 19.-20. század fordulóján Angliában megjelent egy nagy plakát, és így szólt, fiatalok, gyertek misszionáriusnak, várnak benneteket a kannibálok. Ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. A hitet azt nem magunknak kaptuk, hogy elássuk, hanem azért, hogy továbbadjuk. Amikor a sivatagban van valaki, egy csoport, és valaki talál vizet, az el kell, hogy mondja a többieknek, hogy van víz. Ha te megismerted Jézus Krisztust, mint személyes megváltódat, akkor add tovább ezt a hírt, hogy más is megismerhesse, és más is átjöjjön a halálból, az életbe, a kárhozatból, Isten országába. Legyetek ilyenek, találkozzatok az Úr Jézussal, és hirdessétek az ő örömhírét mindenütt. Isten áldjon mindnyájatokat. Megköszönöm Horváth Istvánnak, a misszió magyarországi vezetőjének a beszámolóját, és most, hogy egy tanárkollegáknak jelzem, ügyes retorikai fordulattal átvezessem, kis misszionáriusok következnek, akik próbálnak bizonyságot tenni versekkel, szép szavalatokkal, énekszóval az Isten igéjéről. Fogadjuk szeretettel a 6. A és 6. B osztályosok műsorát, a felkészítő tanáraik, Bodorikné Aszódi Ágnes, igazgatóhelyettes kollégám, és Seres Attiláné Jutka néni, a kórus vezetője. Fogadjuk szeretettel az ő pünkösdi műsorukat. Jelenti magát Jézus 3-szor esztendőben. Jézus magát úgy jelentgeti már. Először jelenti nagy karácsony napján. Jézus magát úgy jelentgeti már. Másodszor jelenti húsvét napján. Jézus magát úgy jelentgeti már. Harmadszor jelenti piros pünkös napján. Jézus magát úgy jelentgeti már. Nagy karácsony napján nagy hó eső esett.
aranyos pünköst öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, jutas tiszta fényed ma is, minden bánkódó szívének. Hogy kitévejg, kétségbe, homályba, világító sugaradat ágya. Habozóknak oldjad fel a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlass széljel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, szent lélek. Elmentél, hogy velünk maradj örökre, így akartad, s hogy úgy van, mint akartad, s hogy jól van így, míg kezünket fogod. Itt az enyémet, s amott más kontinenseken az övékét, és bárhol bárkiét. Míg kezünket fogod, tudjuk, hogy jól van így. De hogy Pétert, hogy édesanyádat milyen nehéz úton vezetted, s milyen hatalmas kézzel, hogy szívük meg nem szakadt. Légy áldva, mester, mennybe ment király, dicsérjen ég, kereszt, töprengő értelem, s a szívünk. A lelket várom, a nagyszerűt, mi szépségekben szíven üt. A lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket, akiben élet forr, és rózsáival teleszór. A lelket, mely gyújt, csodát mivel, és betölt kegyelmeivel. Mi föntről, egekből árad át, az örök élet áramát. Mi telít, ürít, és újra tölt, és újjászületik a föld. A lelket várom, dús égi szél, ott fú, ahol akar, és beszél. Mond kimondhatatlan szavakat, és kormányoz világokat.
Bűnkösd előtt. Sóvárgás titkos mélye. Bűnkösd előtt. Ígéretek zenéje. Bűnkösd előtt. Esedezés, esengés. Bűnkösd előtt. Halk, hajnali derengés. Bűnkösd előtt. Szent vágyak mozdulása. Bűnkösd előtt. Koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog bűnkösd utánba érni. Bűnkösd után. Szent égi erőt vettem. Bűnkösd után. Lélekkel telítettem. Bűnkösd után. Bátor tanúvá lenni. Bűnkösd után. Régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és bűnkösd után. Adni, adni, adni. Betelt a földnek óhaja, fölkelt tündöklő napja már. Biztos reménye, Krisztusa, az élő Isten mennybe száll.
a szerte árad bűnt, s fejét győzelmes harcba győzte le, s dicsőült teste fényeit atyának most mutatja be. Sugárzó felhőn égbe megy, hívő szívében gyújt reményt, feltárva mennynek ajtaját, mit elzárt Ádám bűnerég. Újjongva örvend, égs a föld, hogy ő, kit szűznek méhez ült, ostor, kereszt, kit meggyötört, im atya jobbján tróra ült. Mondjuk most hálás éneket, hogy üdvünkért így szenvedett, hogy testünk mennybe felviszi, s örök hazában ad helyet. Egy szívvel örvendezzenek az églakók, a földfiak, azok, hogy mennybe érkezett, ezek, hogy egyben itt maradt. Jézus, dicsőült Istenünk, emeld hozzád a szíveket, s atyáddal együtt küld nékünk vigasztaló szent lelkedet. Amen. Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a gyönyörű szép pünkösdi szolgálatot, mind a 6. A és B osztály tanulóinak, mind pedig a kórusnak,
És köszönöm a felkészítők munkáját, Bodorikné Aszódi Ágnes igazgatóhelyettesnek, és köszönöm szépen Seres Attiláné Jutka néninek is az énekkari felkészítő szolgálatot. Most a közös gyülekezettel lezárásként az istentisztelet végén kérem, hogy fennállva együtt közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt áldásvétel előtt. Istennek népe, pünkösdöt ünneplő szent gyülekezet, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Áldás békesség. A diákokat kérem, hogy vonuljanak ki.